200 milliárd forintnyi vagyon, 10 milliárd forintnyi felvett osztalék, 10.000 hektár termőterület. Sokan hallották már ezeket a számokat Mészáros Lőrinc vagyonával kapcsolatban. De vajon mi van ezek mögött a számok és cégnevek mögött? Mi is az, ami ténylegesen része a Mészáros portfóliónak? Eljöttünk néhány helyszínre, hogy megnézzük, miből is áll ténylegesen ez a vagyon. Az egyik leglátványosabb eleme az idén teljes egészében megszerzett mátrai erőmű. 2017. decemberében vette meg a Mátrai Erőmű ZRT fele tulajdonrészét az Opimus NRT Mészáros Lőrinc egyik befektetési társasága. Idén márciusban aztán kivásárolták a partner cseheket, így az erőmű teljes egészében Mészáros Lőrinc birtokába került. Az MTI híradása szerint újra magyar kézben a mátrai erőmű. Ez a 70 négyzetkilométernyi bányaterület is része a Mátrai Erőmű ZRT-nek, itt 7 négyzetkilométeren pedig folyik a bányászat. Így néz ki a valóságban 45 milliárd forint állami támogatás. Ez itt a hátam mögött a Kal Ingredients nevű cég izocukorgyára. Kezdetben persze, amikor elindult a projekt, és a kormány döntött a támogatásról, Mészáros még csak kisebbségi tulajdonos volt a cégben. Aztán, ahogy teltek az évek, nőtt az ő tulajdonrésze, és mára ott tartunk, hogy az Exim Bank, illetve most már a Mészáros érdekeltségeivel lőve MKB által finanszírozott projekt teljes egészében Mészáros érdekeltségébe került. Ez itt a hátam mögött Mészáros Lőrinc 45 milliárd forintos cukorgyára, amiből 45 milliárd forintot részben visszanemtérítendő támogatás, részben hitelformájában a magyar államát. Egy nagyon bonyolult struktúrán keresztül szerezte meg Orbán Viktor bizalmasa az irányító befolyást az MKB bankban. A bankot 2014-ben vette meg a magyar állam a Bayerische Landesbanktól, 2 évvel később értékesítették. 45%-ot szerzett benne a Metis tőke alapkezelő, 45%-ot a Blue Robin Investments nevű kalandos hátterű befektetői társaság. 2017-ben a Metiszt megvásárolta a Konzum tőke alapkezelő, és további 4%-ot szerzett a Blue Robintól. Így már 49% volt a Konzumnál, a választások után egy hónappal pedig Mészárosig bejelentették, hogy ők a Konzum magántőke alaptulajdonosai. A bank 2014-es megvásárlásakor nyilvánvaló volt, hogy az állam a bank feljavítása után értékesíteni fogja azt. A piac azonban szakmai pénzügyi befektetőt vár tulajdonosnak, ehelyett Orbán Viktor és Matolcsi jegybankelnök köre szerezték meg az MKB-t. Itt a MON Parkkal szemben található Budapest egyik legértékesebb irodaháza, ez az Alkotáspont irodaház, ezt a múlt héten szerezte meg Mészáros Lőrinc a Diófa alapkezelő révén. A Diófa alapkezelő közismerten Spéder Zoltán kegyvesztett oligarha vagyonának az egyik korona jégszere volt. Sok pénzen fenntartott, sikertelen udvari televíziózás emblémája lehetne az Echo TV. 1% körüli nézettséggel a cég veszteséges is volt 2016. decemberében. Mészáros Lőrinc Talentis grupja átvette Széles Gábortól, azóta az árbevétel megnégyszereződött, és 1 milliárd forint körül nyerességet is produkált az Echo TV, bár a nézettsége nem változott, viszont sok 100 millió forint állami hirdetés érkezett a céghez. A volt NAP TV székház is most már Mészáros Lőrinc tulajdonába kerül. Gyárfás Tamás innét irányította a Napkelte műsorát, illetve a Vizes VB-re felajánlott a főhadiszállásnak ezt az ismert épületet. A homlokzaton látható MediaWorks cégér helyett 2016. decemberig a Népszabadság felirat virított. Akkor a MediaWorks-ot már megszerző Mészáros Lőrinc utasítására a Népszabadság cégért nagy röhögések közepette átszállították a Terrorháza Múzeumba. Ahogy szinte minden Mészáros érdekeltség esetében, itt is inkább szerzésről, mint egyszerű vásárlásról beszélhetünk. Mészáros 2016. decemberéig, hát a Népszabadság bezárása után is még tagadta, hogy közel lenne a MediaWorks-öt megvásárló Opimus ZRT-hez.
2016 végén lehetett tudni, hogy Mészáros Lőrincék megszerezték a Hunges szállodaláncot Leistinger Tamástól. Ekkor jelentek meg Mészáros emberei a Hungeszt vezetőségében. A szállodaláncban 400 ezer ember töltött el több mint 1 millió 400 ezer vendégéjszakát, másfél milliárdos profitot termelve ezzel a miniszterelnök bizalmasának. A szállodalánc egyik legreprezentatívabb darabja a Balatonalmádi Bál Hotel. Néhány év alatt Keszthely lett a Balaton felcsúcsa. A Hotel Helikont Tibor István cége szerezte meg, és a Hungest Hotels, vagyis Mészáros Lőrinc érdekeltsége üzemelteti. Nem messze ide található a Keszthely vitorlás kikötő, ami trükkökkel került Tibor István érdekeltségébe. Mészáros Lőrincnek van itt saját szállodája és kempinge, továbbá Tiborcnak két műemléki védettségű másik szállodája. A balatoni Hungest Hotel portfólió legnyugatibb darabja a Hévízi Panoráma Hotel. Van egy másik szállodája is Mészáros Lőrincnek Hévízen, ez egy kicsit jobb állapotban van. Ezek az épületek inkább ingatlan befektetésnek, mint sem vendéglátóipari vállalkozásnak tűnnek, bár a Hungest Hotels összességében több mint 1,5 milliárd forint nyerességet hozott tavaly. Arra mérget vehetünk, hogy a hamarosan induló 100 milliárdos balatoni turizmusfejlesztési projektből bőven fog jutni ezekre az ingatlanokra. Ugyancsak a balatoni akvizíció része a 2017-ben felvásárolt Balaton Turist, ezt is a Konzum részvénytársaságon keresztül szerezte meg a miniszterelnök bizalmasa. A cég 106 hektárnyi területet birtokol a Balaton két partján, elsősorban az északi parton, és 180 ezer embernek volt olyan szerencséje tavaly, hogy a nyaralás a Mészáros Lőrincet gazdagította. A magyar gazdaság fejlesztés egyik jellegzetessége, hogy azokban az iparágokban, ahová bevásárol Mészáros Lőrinc, előbb-utóbb komoly állami támogatások jelennek meg. Így van ez a Balaton Turist esetében is. 2017-ben szerezte meg a céget Mészáros Lőrinc, ugyanebben az évben döntött a kormány arról, hogy 5 milliárd forintot szán a balatoni kempinges turizmus fejlesztésére. Tokajhegyalja egyetlen 5 csillagos szállodája az Andrássy Rezidencia, az épületek, illetve az ehhez tartozó hatalmas pincerendszer. 2016 végén vált egyértelművé, hogy az Andrássy Rezidenciát megvásárló cég mögött Mészáros Lőrinc áll. A vásárlást 550 millió forinttal finanszírozta meg a Granit Bank. A hitel azért is érdekes, mert a cég az utolsó előtti üzleti évben mindössze 500 ezer forint nyerességet termelt. Idei szerzemény az Eger Szalóki Saliris Hotel, ezt már nem közvetlenül Mészáros Lőrinc vette meg, vagy valamelyik cége, hanem a Konzum nyerté, amiben már csak részesedése van Mészárosnak, pontosabban a Konzum magántőke alapnak. 2000 kilométert mentünk, Hévíztől Tokajig, Egertől Békés megyéig, hogy megpróbáltuk egy keresztmetszetet kapni a miniszterelnök bizalmasának cégbirodalmáról, és azt láttuk, hogy ez egy rendkívül divergens céghalmaz. Van ebben minden lepukkant, nem is működő borászattól kezdve bankig, komplett média portfólió, izocukorgyár, iszonyatos mennyiségű termőföld, vadászkastély, tehát egészen valószínűtlen tarkasága a cégeknek. A tokaji akvizíció a Dereszla pincészet felvásárlásával kezdődött. A birtokhoz 54 hektár szőlő, a borfeldolgozó, illetve egy vinotéka is tartozik. Dereszlából 15 év kemény munkájával csinált a korábbi francia tulajdonos egy piacképes borászatot. A Dereszla név mögött 3 különböző cég van. Ezeken túl a Tokaj Major Kft., illetve a Henye birtok is most már Mészároshoz, pontosabban Mészáros Búzakalász 66 Kft.-jéhez tartozik.
És igazából nem sikerült rájönni, hogy azon kívül, hogy ezeket meg lehetett szerezni, tehát, hogy kéznél voltak, azon kívül mi az az üzleti filozófia, vagy az üzletpolitika, ami alapján a központi cégek köré rendeződik ez a cégbirodalom. ...2016-ban a környéken már biztosra mondták, hogy Mészáros Lőrincé lett a Hidas Heti Mezőgazdasági ZRT, illetve a vele szoros kapcsolatban levő Csabatáj ZRT. Ez a két társaság több ezer hektáron gazdálkodik. A Hidas Hátnak 36 évre van bérleti joga állami földekre. Egyrészt az Opus, a volt Opimus ZRT, másrészt a jól ismert Búzakalász 66 révén szerezte meg Mészáros ezt a két társaságot. Milliárdos árbevétel és elég szép nyeresség jellemzi a céget. Hidasháti az főleg szántóföldi növényekkel foglalkozik, míg a Csabatájnak elsősorban a tojástermelés az erőssége. Mindenesetre hatalmas mezőgazdasági vállalkozások ezek. Ennek a beszerzésnek a legszebb darabja a Bélmegyeri Vadászkastély. Kérdeznék Mészáros Lőrincet, valószínűleg a cégei felének a nevét sem tudná felsorolni, nemhogy a tevékenységi körüket, hogy mivel foglalkoznak. Tehát egészen nyilvánvaló, hogy ő még csak egy ilyen protokollfunkciót sem nagyon tölt be ebben az elképesztő cégbirodalomban. És az a kérdés, hogy vajon kik irányítják ezt? Tehát egy ennyire sokféle, ennyire divergens, kisebb, nagyobb darabokból álló, rendkívül husza céghalmazt irányítani, ehhez egy nagyon professzionális menedzsment kell. És nem tudjuk, hogy ki ez a menedzsment, nem tudjuk, hogy hol működnek, nem tudjuk igazából azt sem, hogy mi az politikájuk, tehát hova akarják, meddig akarják építeni a céget.